Székfoglalóval kezdték a napot az Erzsébet tábor nagykelői diákjai, majd az udvaron sorversenyeket játszottak. Idén 23 iskola és tagintézményei pályáztak a napközis táborok megszervezésére, melynek során összesen 353 pedagógus vezetésével 3554 gyermek vehetett részt a programokon. A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó és kedvezményezett, nagy örömmel fogadja az Erzsébet táborok nyújtotta lehetőséget, hiszen ezzel is terhet tudunk levenni a szülők válláról. A gyereknek nagy öröm a 11 hetes nyári szabadság, nyári szünet, de a szülőknek sokszor gondot okozhat, hogy hasznosan, értelmesen töltse a gyermekük ezt az időt. Ehhez nyújt kedvezményes lehetőséget az Erzsébet tábor. A táborokban ötvöződik a sport, a kultúra, a művészet és a tudomány. A turnusok alatt ismeretterjesztő és hagyományőrző foglalkozásokon is részt vehetnek a diákok, így játékosan tanulva tölthetik a nyári vakáció egy részét. Délelőttönként kézműves foglalkozásokban vehettem részt, és a kézműves foglalkozások keretében gyöngyfűzéssel és üvegfestéssel foglalkoztunk, de voltak olyanok, akik rajzoltak és festettek is. Délutánonként pedig olyan programok voltak, hogy kerékpártúrán vettünk részt a harangodon, de még a másik délután voltunk, fürdőzéssel töltöttük a város strandján. Az Erzsébet táborok évente több ezer gyermeknek kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, melyek a szünidő első hetétől augusztus közepéig 5 napos turnusokban fogadják a tanulókat.